úgy látszik, hogy ezen a hétfőn a technika megviccelt, ugyanis se internet kapcsolatom nincs, illetve meg akartam nézni az egyik csomagom, hogy hol tart a postán, de az a helyzet, hogy nem tudom, mivel hogy azt írja ki, hogy nincs elérhető adat. Kérdeztétek páran, hogy mivel csináltam ezt a arc kicserélős képet, azt hiszem egy vagy két vloggal ezelőtt, amikor kicseréltem az arcomat a Sofiára. Van egy applikáció, FaceOver Lite. Mindjárt megpróbálom megmutatni. Azaz, FaceOver Lite. Ebben a hónapban két jeles esemény is van, az első, az az én születésnapom, ami április 12-én lesz, illetve 17-én lesz Sofinak a keresztelője abba a templomba, ami most pont háttal van a kamerának. Szóval elég sűrű, úgymond eseménydús ez az április. Wow! Most sem azért üvöltök, mert hideg van, hanem azért üvöltök, mert kurva meleg van itt ebben az autóban. Sajnos úgy alakult, hogy haza kell menjek dolgozni. Legalábbis addig, ameddig vissza nem jön a net. Hát ez egy ilyen nap. Sziasztok! Hello! Szia! Apa van itt! Robi valamelyik hétvégén meg akarja mászatni velem ezt a kalandpályát, méghozzá itt ezt a részt. Ott kell felmászni ezzel a létrán, ott végigmész, ott elmész, arra körbe egészen. Ez a felnőtteknek való kalandpálya rész, nem tudom, izgalmasnak hangzik, de nem tudom, hogy bevállaljam-e. Elég félelmetes. Meg hogy fogom felvenni kamerára? Lehet, hogy szereznem kell egy GoPro kamerát. Hát elég sok olyan dolog van, ami elverti a kedvét a kezdő youtubereknek. Ilyenek lehetnek például a csatorna lassú vagy egyáltalán nem fejlődése. Saját magam tapasztaltam azt, hogy van erre egy külön applikáció, hogy állandóan nézegettem azt, hogy most hogy állnak a számok, hány ember van feliratkozva a csatornámra, hány nézik a videót, stb. Igazából eléggé rá vagyok, fókuszálva vagyok, igen, még mindig rajta vagyok, most próbálok erről leszokni. A számokra, a statisztikákra. Mondjuk a statisztikák az, ez egy külön téma, külön fejezet ebbe az egészbe. A statisztikák azok jók, és sok mindenki tud belőlük derülni a csatornáddal kapcsolatban. Viszont az, hogy állandóan nézegeted, hogy most hol tart a számláló, hogy hányan iratkoznak fel, az rengeteg időt és talán energiát, de legfőképpen kedvet tud elvenni, hogy mindent beledobj a tartalomba, magába a tartalomba. Ugye a YouTube is egy közösségi oldal lenne, ahol videókat osztanak meg, és az is frusztrálni tud, hogyha a videó itt alá nem kommentelnek annyian. Na most ez többféle okból lehet. Egy az, hogy nem kéred őket, nem kéred a nézőket, hogy kommenteljen, illetve nem vonod be őket eléggé a konverzációba, illetve a beszélgetésbe, nem kérdezed meg a véleményüket. Vagy kevesen vannak a nézőid, és ezért nem kommentelnek, vagy csak egy-két komment van néha-néha. Önmagában már ez a két dolog annyira el tudja venni a kedved, vagy inkább úgy mondanám, hogy le tud lombozni, hogy igazából úgy érzed, hogy abba hagyod az egészet, és nem fogod tovább folytatni. Ami szerintem egy elég rossz választás lenne. Van az a mondás, hogy a lassú, vagyis lassú víz partot mos. A le is feliratkozásokról még annyit hadd mondjak el, hogy a legrosszabb dolog talán az, ha elveszítesz egy feliratkozót. Megnézed ma, vagytok 160-an, megnézed egy óra múlva, már csak 159-en vagytok. Feliratkozók jönnek, feliratkozók mennek, ez egy ilyen játék.
A lényeg az, hogy több legyen a feliratkozód nyilván, mint a leiratkozások száma. Nem tudsz ez ellen mit tenni, ez az életrendje. Ez a YouTube rendje. Ami még el tudja szomorítani az embert, a negatív kommentek. A negatív kommentekkel nem kell nagyon foglalkozni. Ha nagyon durvákat szólnak be az emberek, akkor egyszerűen csak letiltod azt a szemét, és akkor soha többet nem fogja látni a videóidat. Nem tud kommentelni, igazából nem tud semmit, azokat ki kell dobni a francba, mert nincs neki semmi értelme, hogy egyáltalán ilyen emberek foglalkozzanak, ilyen emberek nézzék a videóidat. Az építő kritikákat sem szabad túlságosan, nem az, hogy komolyan venni, nem biztos, hogy ez a megfelelő szó rá, viszont nem kell szó szerint venni őket, illetve szerintem a legjobb dolog az, hogyha levonod a konzekvenciákat belőle. A lájkok és a diszlájkok a videón. Na, ez is egy olyan dolog, ami ellen nem nagyon tudsz tenni igazából semmit, mert nem tetszhet egy videód mindenkinek. Vannak olyan emberek, akiknek nem tetszik egyáltalán a videód, vagy egy videódnak egy része, ezért egyből nyomják az ilyen jelek. De ameddig az ilyen jelek, a lájkok, azok szaporodnak, addig nem kell velük foglalkozni. Ne engedd, hogy a kedved szegje. One hour later. Hova menjünk most fagyizni? Hát te fagyizol, én nem fagyizok. Ja. Nem sok választásom maradt, úgyhogy... Hát igen, kapós az idei első fagyi. Főleg a finom fagyi. De zéró joghurt, azaz nem fogok tőle hízni? Abszolút nem. Akkor jó, akkor lehet, hogy hármat is kérek belőle. Ez az, jó. Kérdem édes töltsérbe? Na ennyit a lájtról, igen. Ja tényleg, az meg hízlal, nem baj. Ennyi volt a mai vlog. Találkozunk holnap. Sziasztok!